Jeles alkalom van, az ország a nemzeti költségvetését írja éppen, pontosabban a kormány, és ilyenkor mindig nagyon fontos, hogy milyen prioritásokat helyez a politika magára nézvést, hogy mire áldoz és mire nem. Azt kell, hogy mondjam önöknek, ez nem az oktatás költségvetése az idei. Sajnos azt látjuk, hogy már a korábban az előző ciklusban elvett forrásokat gyakorlatilag csöpögteti vissza, és arról szól ma az oktatás költségvetése, hogy hogy ne omoljon össze máról holnapra a rendszer. Én magam a közoktatásról fogok beszélni önöknek, Hiller István a felsőoktatásról fogja elmondani a véleményét. Ami a legjellemzőbb a közoktatásban, hogy amikor államosították az egész rendszert, és a Klebersberg intézmény fenntartó központot létrehozták, akkor bizony 200 milliárddal már kapásból megvágták az egész közoktatásnak a büdzséjét, és gyakorlatilag ettől szenved az egész rendszer. Ezért van az ma, hogy nincs kréta, nincs papír az iskolákban, ezért van az, hogy a kliknek deficites a költségvetése, ezért van az, hogy késnek sokszor a járulékok, hogy a megígért és törvény által biztosított juttatások sajnos nincsenek időben kifizetve, és minden probléma ebből fakad, hogy majd 200 milliárdot elvettek a közoktatás rendszerétől. A mi módosítóink az idei költségvetéshez leginkább arról két dologról szólnak. Az egyik az, hogy a pedagógusoknak a túlóra pénzét és a beígért béremelést fizessék ki. A másik pedig arról szól, hogy a Klebersberg intézmény fenntartó központ ne omoljon össze, legyen pénz az iskolákra, legyen pénz a dologi kiadásokra, hiszen ha ezt nem tudja biztosítani a kormány, akkor a magyar közoktatás rendszere szét fog esni pillanatok alatt. Egyébként is sok sebből vérzik, de a pénzhiány az rendkívüli módon rányomja most már nem csak a napi működésre is a bélyegét, és a közoktatás minőségére is a bélyegét. Nagyon fontos megjegyeznem önöknek még azt, hogy további bért emelést ajánlunk, és kívánatosnak tartanánk a bölcsődei dolgozók számára, és ösztönözni kívánjuk a helyi önkormányzatok óvodaépítését, és a nem felsőfokú végzettségű pedagógusok béremelését is. Azok az emberek, akik ma óvodákban dolgoznak, nagyon fontos feladatot látnak el, és akiknek túlnyomó többsége a munkatörvénykönyv hatálya alá esik, és nem közalkalmazottként dolgoznak. Itt egy óriási hiánya van a politikának, itt ezt pótolni kell. Azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy ma van egy rossz oktatási rendszer, és azt a pénzt is, azt a kevés pénzt is, amit iskolára szán az Orbán kormány, azt rosszul költik el, rosszul vannak a források alapvetően elosztva. A mi módosítóink mentik a menthetőt, de alapvetően Magyarországon azt kell látni, hogy gyökerénél nincs megfogva a probléma. Alapvetően a rendszer tartjuk hibásnak, alapvetően a közoktatás rendszer egy rossz szemlélet és rossz logika alapján működik. Jelen pillanatban is a gyermekeknek a kompetencia felmérése zajlik, jelen pillanatban is a szakképzési törvény a ház előtt van a költségvetéssel együtt, és nem érti meg a Fidesz kormány azt, ha az alapok hiányoznak ma a közoktatás rendszerében. Ha a gyerekeknek nincs megfelelő idejük minőségű tudás megszerzésére, általános iskola szét van zilálódva Magyarországon, akkor teljesen mindegy, hogy a Fidesz kormány milyen szakképzési rendszert csinál, és milyen felsőoktatási rendszert csinál, mert hozott anyagból dolgozik mindenki. Az, hogy milyen a gyerekeknek alapvetően az iskolában eltöltött első éveik, milyen az általános iskolai rendszer Magyarországon, az alapvetően határozza meg az iskolai teljesítményüket és sikerüket, és az életben való boldogulásukat. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyökerénél fogjuk meg a problémát, az alapozó képzést kell megváltoztatni Magyarországon, ezért az MSZP javaslatot tesz arra, hogy az általános iskola alsó tagozatát 4 évről bővítsük ki 5 évre, az alapképességeiket a gyerekeknek az írás, olvasás, számolásra több idő jusson alsó tagozatban, alaposabb, mélyebb tudásra kell szert tenni a gyerekeknek, mert ha ez nem történik meg, ha nem a gyökerénél fogjuk meg a problémát, teljesen mindegy, hogy Magyarországon a politika
milyen oktatási rendszert vajudik ki magából. Jól értsék, 5 éves alsó tagozati rendszer, 4 éves felső tagozat, így lesz 9 éves az általános iskola. Azt a plusz 1 évet alsó tagozatban kell pótolni, nem lehet a 8 általános iskola tetejére tenni, mert egy 14-15 éves gyereknek már nem lehet olyan jótékonyan fejleszteni azzal a plusz 1 évvel, mint amit általános iskolában az alapozó képzésnél, az alapkompetenciák elsajátításánál tudna javasolni. Továbbá, hogy lássák önök ennek az egész szerkezetnek a lényegét. Tehát 9 éves általános iskola 5 éves alsó tagozattal, 4 éves gimnáziumi rendszer, 4 éves szakközépiskolai rendszer, továbbra is támogatja az MSZP a 18 éves tankötelezettség korhatárának a felemelését, és továbbra is támogatja az MSZP, és kívánatosnak tartja a szakközépiskolákban a közismereti órák felemelését. Véleményünk szerint a következő egy évben ezt az új rendszert, amiben verőben megváltoztatja az általános iskola szerkezetét, de ez önmagában egy szerkezet átalakítás még nem elég. Ehhez hozzá kell csatolni a tartalmi szabályozást is, és ehhez hívjuk a szakmát, a szakszervezeteket, az oktatáskutatókat, magukat a pedagógusokat és az oktatás érintő szereplőket, hogy a következő egy évben, 2016. szeptemberéig dolgozzuk ki ennek az új rendszernek az alapfeltételeit, rendeljük hozzá az új nemzeti alaptantervet, a tankönyveket, gondoljuk újra az egész napos iskolának a modelljét ebben az új 5 évfolyamos alsótagozatos rendszerben, és 2017. szeptemberétől még ebben a ciklusban bevezethetőnek tartjuk az 5 évfolyamos alsótagozatos rendszert. Ha való igaz az, amit Mezőkövesden februárban a Fidesz frakcióüléséről kijövő Rogán Antal azt mondta, hogy el lehet gondolkodni Magyarországon a 9 évfolyamos általános iskolán, ha ezt komolyan gondolják, és Csunyiné Bertala Judit is azt mondta, hogy ki fogják dolgozni ennek a feltételeit, akkor az MSZP azt javasolja, azt javasoljuk a kormánynak, és azt javasoljuk a szakmának is, hogy az alsó tagozatot növeljük meg egyetlen egy plusz évvel. Tehát még egyszer, hogy rögzüljön, hogy mindenki értse. 5 év alsó tagozat, 4 év felső tagozat, 4 év gimnázium, 4 év szakközépiskolai rendszer, 18 éves tankötelezettség, és emelni kell a közismereti órák számát a szakközépiskolákban. Ugye, amikor ezt a javaslatot először elhangzott Magyarországon, akkor egy 15 éves tankötelezettségről volt szó, egy 3 éves szakiskolai rendszer teljesen megfosztott közismereti óráitól. Mi ezt elvetjük, a HEAD programokat feleslegesnek tartjuk, a HEAD 1 és a HEAD 2 programot is feleslegesnek tartjuk, ugye ez a 16 éves tankötelezettséghez kapcsolódik. Továbbá szeretném önöknek elmondani azt, hogy a költségeit ennek. A mi mostani számításunk szerint az alsó tagozat egy évvel való meghosszabbítása 2400-2600 új tantermet jelentene Magyarországon, 2400-2500 új pedagógus belépését jelentené Magyarországon, a bérköltségekkel, a járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a taneszközökkel és a új tankönyvekkel, kidolgozott új tankönyvekkel együtt, valamint azt is hozzászámolva, hogy a plusz egy évfolyamon heti háromszori étkezést biztosítani kell a gyerekeknek, ez 28-30 milliárd forintot takar be. Ez egy olyan összeg, amit a költségvetésben, a nemzeti költségvetésünkben, ha valódi politikai szándék és akarat van rá, meg lehet teremteni. Értsék jól, amit mondok. Egy iskola szerkezeti változásra teszünk javaslatot, amely véleményünk szerint egy oktatási és pedagógiai kultúraváltást is hozna magával. Van rá nemzetközi példa, Lengyelország, Csehország, tehát szomszédos országok is bevezették, és nagy mértékben hozzájárult a gyerekek tudásának és a kompetenciájának a mélyüléséhez. Azt kell, hogy mondjam önöknek, plusz egy év jó helyen való elhelyezése a közoktatás az általános iskola rendszerében, tehát az alsó tagozat meghosszabbítása még ebben a ripityára tönkretett és szétvert közoktatási rendszerben is jótékonyan hatna a gyerekekre.
Az iskola szerkezeti változás önmagában nem ér semmit, ha nem követi tantervi változás, és mi ehhez hívjuk a szakmát. Ha nem követi tankönyvváltozás, és nem követi egy új kultúraváltás. Végezetül azt kell mondjam önöknek, ha ezt Magyarország bevezeti, szerintem jól cselekedne, de akkor az 5 évfolyamos alsó tagozati rendszerből úgy nem jöhet ki magyar gyerek, hogy nem tud írni, olvasni, számolni. Ez a legfontosabb, mert ez határozza meg, hogy milyen lesz a felső tagozatban a teljesítménye. Az alapozás fogja meghatározni a szakiskolában, a szakközépiskolában eltöltött évek, sikerélmények, tanulási sikereknek a minőségét. És természetesen a felsőoktatásra is elemi erővel hat, hiszen már nem lehet a felsőoktatásba pótolni azt a szövegértés hiányát, amit az alsó tagozaton kell a gyerekeknek elsajátítani. Legyen nagyvonalú a kormány, vonjuk ki az oktatás rendszerét a napi politikai csatározásból. Itt jobb és bal oldalról is elhangzott ennek a koncepciónak bizonyos elemei. Mi az alsó tagozatban pótolnánk egy évvel, az elemeket elmondtam önöknek. Kívánjuk, hogy 2017-ig jusson el a politikai elit egésze, és a szakma együtt odáig, hogy ez a rendszer megvalósuljon Magyarországon. Köszönöm önöknek, hogy meghallgattak, és most átadom Hiller Istvánnak a szót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a magyar felsőoktatásban pattanásig feszült a helyzet. A kiszámíthatatlanság és az állandó bizonytalanság a működésképtelenség határára juttatta el a főiskoláinkat és az egyetemeinket. Az elkövetkező napokban ugyanakkor a kormány, hogyha megvan hozzá a kellő akarata, érdemben javíthat a helyzeten, ugyanis szinte egyidejűleg tárgyalja az országgyűlés a költségvetést, és beterjesztésre került a felsőoktatási törvény módosítása is. Magyarul, hogyha a kormány akar valamit tenni a magyar felsőoktatásban, akkor a legjobb, hogyha ezt az elkövetkező egy hónapban teszi, hiszen megteremtette a lehetőséget úgy a pénzügyi, financiális változásra, mint a szakmai módosításra, a költségvetési törvénnyel és a felsőoktatási törvény módosításával. Mind a két törvényhez konkrét módosító javaslatokat fogunk benyújtani. A szakmai módosító javaslatainkat majd a felsőoktatási törvény tárgyalásakor fogom elmondani, most a költségvetési törvény módosításához a felsőoktatás terén benyújtandó módosítókról szeretnék beszélni. Én Magyarország egyik legsúlyosabb problémájának látom a kivándorlást, és ezen belül is az értelmiségi emigrációt. Tudatosan használom a kifejezést, itt már nem az évtizedek óta megfigyelhető agyelszívás, a brain drain folyik, hanem az értelmiség tudatosan választja azt az utat, hogy elhagyja ezt az országot. Mi meg azt szeretnénk, hogy a felhalmozott tudást, tapasztalatot, azt Magyarországon kamatoztassa. Ehhez szükséges megtenni a lépéseket. Hogyha a kormány az elkövetkező egy hónapban ezeket nem teszi meg, akkor visszafordíthatatlannak látom a folyamatot, és fel fog gyorsulni úgy a hallgatók, mint a oktatók elvándorlása az értelmiségi emigráció Magyarországról. Ezért azt javaslom, hogy a kormány a felsőoktatás terén hajtson végre 20%-os béremelést. A 20%-os béremelés vonatkozzon a magyar felsőoktatásban az egyetemeinken és főiskoláinkon dolgozó oktatókra. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni azokról sem, akik nem oktatói munkakörben dolgoznak, az ő számukra 15%-os béremelést akarunk. Minden háttérszámítást elvégeztünk, munkatársaim részletesen lebontották ezt a béremelést. A javaslatnak az a lényege, hogy az oktatói munkakörben dolgozók esetében és a nem oktatói munkakörben dolgozók esetében elmondott béremelés összességében 42 milliárd forintot jelent a költségvetésben pluszként. Ebből az oktatói munkakörben dolgozók számára 23,6 milliárd forint plusz járulékok, a nem oktatói munkakörben dolgozók számára ez 9 milliárd forint plusz járulékok, összességében tehát
32,6 milliárd forint plusz járulékok az, ami a költségvetésben pluszként jelentkezik. Csak emlékeztetni szeretném önöket, hogy ma Magyarországon egy egyetemi tanársegéd kezdő fizetése 174.900 forint. Egy több nyelven beszélő, egyetemet végzett, diplomával rendelkező egyetemi oktató, egyetemi tanársegéd 175.000 forintot kap. Egy főiskolai docens 240.500 forintot, egy egyetemi tanár pedig 437.300 forintot. Egy tudományos munkatárs 218.700 forintot kap. Az elmúlt 5 évben, egészen pontosan az elmúlt 7 évben nem történt a felsőoktatásban semmiféle béremelés. Azt javasoljuk, hogy a kormány lépjen. Megvan a lehetősége a költségvetésben, és megvan a lehetősége a felsőoktatási törvény módosításában is.